Játszótér mellett fekvő hajléktalanok, alkoholizáló férfiak, eldobált üres italos üvegek, cigarettacsikkek, ürülék. Ezeket a felvételeket a szekszárdi Kadarka utcai lakótelepen élők készítették azért, hogy bizonyítsák, milyen állapotok uralkodnak a lakótelepen, és mit kell elviselniük hosszú évek óta. Még ide pisilnak. Erre most már rádobáltuk a levelet. Ide járnak dolgukat elvégezni a játszótéren és a padokon italozók, mutatja az egyik ott lakó asszony. A közös képviselő azt mondja, napi szinten takarítanak a szemetelők után, és előfordul, hogy félve mennek haza az idősek, nehogy beléjük kössenek. Hát azért itt nem lehetett, most azért el lehet már jönni, így is félünk mi idősebbek meg pláne. De azért most lehet, hogy több rendőri intézkedés volt, de azért annyira már nem voltak, hogy mondjam, szemtelenek. Hogy egyáltalán pénzt kérjenek, hogy egyáltalán az időseket állandóan inzultálják. A lakók azt mondják, 4 éve a dohánybolt megnyílása óta áll fenn ez az áldatlan állapot. Látjuk azt is, hogy a hivatal által működtetett emberek, a területfelelősök munkaideje olyan, amit könnyen kikerülnek éppen a dohánybolt vendégei, aki ezeket a dolgokat csinálják. A dohányboltot üzemeltető cég vezetője kamerán kívül annyit közölt, ők arról nem tehetnek, hogy a náluk vásárolt termékeket hol és hogyan fogyasztják el a vásárlók. Ők törvényesen működnek. Gyurkovics János, a városrész önkormányzati képviselője azt mondja, azért gyűlik össze ezen a területen ennyi dohányzó, italozó ember, mert a közelben egy élelmiszerbolt, egy dohánybolt és 2 iskola is található. A fiatalok így nyomják el a cigarettacsikkeket. Sokan ráadásul a dohányboltban megvásárolt italokat a Kadarka utcai lakótelep szélén fogyasztják el. Az itt élők többször jelezték a problémát a hatóságok felé, és történtek is lépések a közbiztonság fokozása érdekében, de azt mondják, nem voltak elég hatékonyak. Problémájukat jelezték a város vezetésének is, arra kérve őket, tegyenek rendet a Kadarka utcai lakótelepen. A közgyűlésen is erre határozat született, hogy május 31-ig megvalósul itt egy intézkedési terv, amivel megpróbáljuk ezt a megoldást megoldani összefogással. Ez egyelőre annyit jelent, hogy a rendőrség, polgárőrség és a közterületfelügyelet együttműködik egymással, és rendszeresen ellenőrzik majd ezt a területet. Sőt, egy kamerát is fel fognak ide szerelni. Továbbá ennek a területnek is lesz egy körzeti megbízottja, akit lehet keresni, ha rendőrségi intézkedés szükséges.